Újabb különleges díszsel gazdagodott Székesfehérvár belvárosa az adventi időszakban egy délutánra. Az ünnepi fényekbe öltözött oldtimer Volkswagen igazi ritkaságnak számít az egész országban. Schäfer Dániel mindössze egy éve az autó tulajdonosa, és elárulta, szerette volna bemutatni a székesfehérváriaknak is a különleges járgányt. Szerettünk volna ilyen karácsonyi díszbe beöltöztetni az autót. Alapvetően Prágában láttam, hogy ott van egy zastava ugyanígy kint a karácsonyi vásárban, és jött az ötlet, hogy hát akkor én is szeretném a bogaramat bevinni a belvárosba, csinálni róla egy-két képet, és aztán hosszas egyeztetés után végül úgy alakult, hogy most itt van kiállítva. Elmondta azt is, hogy az 54 éves bogár teljesen eredeti állapotában van, nem volt szükség restaurációra az évek alatt. A mindennapokban nem történik karbantartás, tehát van ilyen éves karbantartása, amikor vagy egy alvázvédelem, vagy egy üregvédelem kell, hogy mindenképpen megtörténjen rajta. Az egyik évben, a másik évben, legalábbis én így csinálom. Ami nagyon fontos, hogy ez az autó nem restaurált, hanem ez egy eredeti állapotában megőrzött bogár, ami a mai világban ritka, mert azért tudjuk azt, hogy a fém korrodálódik, és 54 év alatt azért el tudott volna ő is szépen rozsdásodni, hogyha nem nincsen vele foglalkozva. A jármű teljes feldíszítésénél természetesen elkélt a segítség. Dániel édesapja és unokatestvére 3 nap alatt helyezte fel a LED fényeket és a karácsonyi díszeket.